Szevasztok, ez itt a Terapeuta Vlog. Most pedig megyünk Szegedre, a Sun City Info Fesztiválra. Kétszer kellett elindulnunk, ugyanis egyszer az a gyönyörűséges feleségem, akit én annyira szeretek, ott hagyta az összes ruháját, amiért vissza kellett fordulni 60-ból, ami 20 km, oda 20 vissza, azért 40 km, plusz egy fél órás út, úgyhogy innen is puszilag szerelmem, hogyha nézel ezt a vlogot, akkor szeretnél megcsókolgatni. Egyébként ő vezet, csak azt mondta, hogy nem mutassa meg a szarkába, úgyhogy nem mutatom. Állítólag van egy kis baleset, kicsit arrébb, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de brutálisnak mondják a rádióban, hát meglátjuk, hogy szerint halad. Még valamit alakítani kell? Hát csak be kell rendezni a VIP-t, hogy minden frankul legyen, aztán jól van. Ennyi. Meg jön mindjárt a technikus, azt összerakjuk a zenészt, a részét, aztán utána csak várunk titeket, aztán meg kell húzni. Ennyi. Hát hőnájék meg... Jó, ez a cipő a kezedben amúgy. Ja. Ez így... Mert amúgy egy papucs vagyok, tehát hogy én így küldöm, Szegeden így aztán kell, lazában. Majd mikor lesz a dolog, akkor felöltözök át. Igen. Így van. Itt van a jatla bejárat, ahol nem tipózok.
bejönni, hanem nem, csak itt, mi. Tehát mi itt jövünk be. Ez a művészbe járó. Natter mutatja, hogy hol. Natter mutatja, hogy kell. Igen. Most jött ki az új száma, na mindegy, csak mondom. És itt így jövünk. Csorba mutatja az utat. Itt lesz majd a parti. Hú, ajtó. Ez még zárva van. Még ez zárva. Nagyon itt zárva. Itt fogjátok szintrokkolni a terepet. Ott lesz majd a fellépés. Igen. Ott van a Sun City Molino. Ja, van oda föl lesz csak oda. Tehát itt ez lesz a tombolási helyszín. Ez a tombolási helyszín. Lehet pogózni, meg minden. Nem, hogy lehet, kell pogózni. Kell pogóznia. Ott fel meg a csorba fog ízé pacsizni, így, hogy yeah. Már bocs, hogy cipőre mutom, de... Nem, abban tanultam, abban nem lesz ilyen. Max, ott a háttérból te elveszek, azt jó van. Persze. Na, hogy ennyi. Ez meg itt a sztár bejárat egyébként, tehát itt rögtön a lépcsőre föl. Igen, majd ott az így. És akkor itt lehet följönni. Ja. És akkor menjünk a szuper hiper VIP részlegre. Ezek amúgy tök jók, ezek a kis beülős helyek itt. Jó, nem? Aha. Itt lesz, ez egy ki van írva. Szívesen. Csak nekünk. Ide. Itt, aha. És hoppá. Menjél csak. Ja, meg kamerával vagyok. Így van. De csak azért. Itt van a fia. Már azt megmutatom. Én így szoktam várni a népet. Házi pálinka. Ja, azt hittem víz. Na, nem, házi pálinka, sör, viszki, bor, ásványvíz. Ez a kezdő pakett, aztán ha elfogy, akkor majd el kell még nyomni aztán. Nálunk ez a szokás. Legyünk őszinték, van, hogy elfogy? Persze, szerintem a éjfélre már semmi nem lesz belőle, de ez csak egy így jó kezdőcsomag. Na jó, ja. Hát akkor... És akkor itt leszünk, tehát annyi, hogy itt voltunk fel az interjú, hogy beoszolódott a villany, aztán most ott lesz. Tehát most akkor itt. Uh-huh. Jó, hát megcsináljuk ezt is Frankóra, ja. Majd látjátok a... Egyébként a Csorbának a csatornájára iratkozott fel a Sun City Hip Hop Festre, ja. És akkor ott látjátok az interjúkat, meg egyéb mindent, meg amúgy is egyébként vissza lehet követni a korábbiakat, meg majd a következőkért is mindenféleképpen iratkozott fel. A következő bullin, amikor lesz megosztási játék, akkor ki fogunk sorsolni egy rádiót. És ezen csak a Maxi fog. Meg azt a kamerát ott, hogy minden biztos, hogy ízé föl legyen véve. A Maxi rádió, testvény. Abszolút, testvény. Ez itt a Maxi, full Maxi. DJ Noise már itt van. Itt van, Vipa is. Vipa is itt van, igen. Magyar rap zenét, magyar rap buliba. Ennyi. Ennyi. Alakulnak a dolgok, itt belül itt lesznek az interjúk. Én ott fogok pofázni, ott vannak ülni a vendégek, ő meg veszi ezt az egészet. Készülődés meg, repszakkör ezerrel itt készül már a srácok. És ha már itt vagyunk a repszakkörrel, akkor elmondom, hogy nagyon készülünk mi is egy repszakkör, repterápia DJ live settel. Különböző, különleges, friss cuccokkal. Mondunk neveket? Mondhatunk? Na akkor mondjuk olyat, aki biztos. A Gege az tuti és 100%, az Edemsz az tuti és 100%. A réteg is 100%. És még egyébként még lehet, hogy még lesz egyébként ezen a szetten új figura és új arc. Így van, bízunk benne, minél többen. Abszolút. Na srácok, most buli előtt vagyunk még, most egyébként itt mutatom 8:30 van. Ilyenkor még csak most kezdtük el beengedni az embereket, ilyenkor ti mivel töltitek az időtöket? De a technikai részt rakjátok össze? Tehát, hogy jól szól ez, keverő rendben van, oké, laptop bekötve, minden hangfalak jó, ezt csináljátok ilyenkor? Igen, itt most csekkeltünk le, minden működik, úgyhogy mi készen állunk a bulira. Egyébként ilyenkor mennyire van meg előre az, hogy mit fogtok, mivel kezdtek, vagy ez mindig a hangulat hozza az, hogy mit fogtok játszani? Hát van, mikor megvan, hogy mit szeretnénk, van, mikor nincs. Most nem igazán készültünk fix track listára, legalábbis én, amit mi szeretnénk, meg a közönség. Ennyi. A közönség mit akar, Dávid? Elérjük. Ne, egy fontos kérdés van, ugye ti a magyar rap zenébe hisztek, hogy magyar rap zene szólja a magyar rap buliba. A magyar fellépő előtt minek kell szólnia? Arra gondoltunk, hogy ne sablonosan, amit szoktak csak az amerikaiakat, azt is fogunk. Nyilván a szokásos parti amerikai rappeket is fogjuk nyomni, de sok magyar rappet is fogunk nyomni a fellépők előtt is.
Így van. És ezt így mondom egyébként nektek, hogy a srácoknak a Facebook oldalára iratkozzatok fel, mert egy csomó Facebook Live DJ szettel készülnek egyébként, úgyhogy ezért is iratkozzatok fel, kövessétek őket is. Srácok, csak nem a Despacito megy a háttérben. Ne idegesíts, geci. Azt mondd meg, hogy ugye te Norvégiában laksz, ott ugyanez a helyzet? Sokkal rosszabb vágod, ott már pólókat gyártam, a tetoválás. Ott csicskaság az egész. De ott úgy van, hogy azt bármit bekapcsolsz, azt szól? Az, és én már megfogtam, és majdnem úgy, mert ott tartok, hogy a konyhában lévő rádiót, és széttöröm a gecibe. Dávid, neked mennyi öt? Semleges. Jobban tetszik a pankrutyás feldolgozás. Ja, az, igen, az tényleg nagyon jó. Az pedig a valóságot. És Norvégiában vannak korrupt rendőrök? Ez következő kérdés. Igen, amúgy süt a nap, igen. Igen. Mikor sötét van, akkor jobban ráért. Ennyi. Még egy titkot elárulok, én tudom, ki rakta fel a repszakkörös molinót. Megjött a kaja. Igen. Van egy kaja szponzorunk. Milyen kóla kell? Sima? Sima kóla. Van egy kaja szponzorunk. Ja. Igen. Van egy kaja szponzorunk. Egy korsó óriás palacsintázó. Szeged. Hogy megzíme. Hogy jó. 5-es utca. 5-7. Kettes nyomás. A kánci rossz. A kánci rossz. Mindjátok elegyetek jó kis palacsok. Dávid, én viszonylag ritkán járok vízilabda öltözőbe. Igen. De foci öltözőben megfordultam egy párszor, és miért van az, hogy mindig a legkisebb cerkájú csávó az, aki mutogatja magát mindenkinek? Nem tudok ebben nyilatkozni. Bizonyítási vágy. Ez a vízilabda öltözőkben, ez így történik ott is? Ott iszonyat cerkák vannak. Ennyit tudok hozzáfűzni. Értem. De aki most nézi ezt a vlogot, annak mondjuk el, hogy te... Én? Hát, milyen méretekkel rendelkezem el, hogy... Nem, hanem hogy te már foglalt vagy. Ja, én foglalt vagyok természetesen. Tényleg? Nagy a barát, mert megnézve ezt, de nagyon vár. Oh,
kijöttünk a Jatéból. Milyen volt szívem? Szar. Szar? Nem, el voltam. Vagy, tök jó volt egyébként. El voltam. Egy csomó előttetek hozzám, tök jól esett, meg minden jó dolgokat mondtatok, úgyhogy köszi, akkor gondolom nézitek ezt a videót, én is hát remélem. Nagy királyság, nagyon nagy királyok vagytok. Szerintem jó buli volt, én azt gondolom. Hát, és... jó volt, csak a zene volt rossz. Hát jó, de neked minden rap rossz. Úgyhogy igazából itt nem az előadókkal meg a felépőkkel volt probléma, hanem a stílussal. Igen, igen. Ennyi. Na úgyhogy mit kell ilyenkor mondani? Köszi mindenkinek, aki néz és hallgat, követ ilyenkor, mikor így offline találkozunk. Ez ilyenkor hatalmas élmény nekem is. Hát szegény Kittinek pedig szívnia kell, mert gyakorlatilag 5 percekint megállítottok fél órára. És ugye én élvezettel hallgatlak titeket, ezért hát idegesítő vagyok? Nem. Néha elviselek. Néha elviselik itt. Hát nem tudom. Még az a szerencse, még az a szerencse, hogy srácok velem vannak körben, nem csajok, mert akkor azon kiakadnám. Hát azoknak annyi lenne. Na úgyhogy, de ettől függetlenül pusztítom az összes lány néző hallgatót. És a srácoknak is nagy pacsi. Sziasztok! Nyomj egy lájkot és iratkozz fel!